Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Győzelemmel kezdte a bajnokságot Zalaegerszegen a kisvárdai futballcsapat. Európa-bajnokságon és Las Vegas-i kosártáborban is járt a nyíregyházi Dobó Lilla. Ismét az élmezőn célozza meg a Kis Tamás által irányított Máté Szalkai futballcsapat. Két nyíregyházi résztvevője is volt az U17-es ebén szereplő lány röplabda válogatottnak. Győzelemmel kezdte a bajnokságot a kisvárdai futballcsapat. Miros Krustics együttese Zalaegerszegen nyert 2-0-ra. A Kölcsei Televízió a múlt pénteken a hagyományos szurkolói ankéton járt Kisvárdán. Úgy érzem, hogy az elmúlt 5 év az feljogosított minket arra, hogy a középtávú terveink megvalósulhassanak, elindítsuk annak a startját, amely a következőkből áll. A csapat az elmúlt időszakban ragyogóan szerepelt, évről évre előrelépett, az elmúlt időszakban pedig a nemzetközi porondra is ki tudott lépni, viszont azt látjuk, hogy a versenytársaink, illetve a magyar mezőny jelentős átalakulás előtt áll. Nagyon sokan rengeteg pénzt tettek bele, amellyel mi nem akarunk és nem is tudunk versenyezni. Ezért új utat kellett választani, illetve az is nagyon fontos, hogy azért egy olyan akadémiánk van már, amely 3 éve, 3,5 éve működik, és előbb-utóbb ebből a játékosoknak felfelé kell áramolni. Tehát a középtávú tervünk is szerepelt, hogy olyan fiatal tehetségeket hozzunk a keretnek a megerősítésére, akik hosszabb távon is stabil NB1-es játékosokká tudnak válni, és ezáltal a mi szereplésünk az hosszabb távon az NB1-ben feljogosíthatja a csapatot. Nagyon fontos, hogy az a mag, amely tavaly kivívta a 6. helyet, a 80-90%-ban megmaradt. Tehát a távozók azok vagy lejáró szerződésűek voltak, vagy pedig céltudatosan hoztunk helyükre fiatalabbat, feltörekvő játékost, motiváltabbat, éhesebb játékost, és ezért azt kell, hogy mondjam, hogy talán egy pici kockázat van ebben az átalakításban, mégis a keretünket erősebbnek tartom, mint a tavalyi évben volt. Mennyire volt vonzó a hazai, illetve a külföldi játékosok számára a Kisvárda? Azért a Kisvárda az elmúlt időszakban magának presztízst alakított ki, és egy olyan hírnevet, egy olyan brandet, amely a közeli országokban már ismert, és a magyar mezőny pedig egyértelműen mondhatjuk, hogy nagyon vonzó a külföldi játékosok számára. A megbízhatóság, a fizetési morál, mondhatom az infrastruktúra és a magasabb színvonal miatt, és innen már azt is látjuk, hogy tovább lehet lépni. Viszont azt is el kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi másodosztály, alacsonyabb szintek olyan mértékű erősödésen mentek keresztül, ahonnan a játékosokat már bátrabban válogathatjuk, dobhatjuk be az élvonalba, ugyanis mi korábban nagyobb szakadék volt az élvonal és a alatta lévő osztályok között, nem is nagyon tudtunk, és drágábbak is voltak jóval a magyar játékosok, most egy picit változott köszönhetően az elmúlt évek képzésének, hát jelentősen kisebb a kockázata, mint a korábban hoztunk volna a magyar játékot, és ezek a játékosok éhesek és nagyon motiváltak, úgyhogy könnyű volt velük megállapodni. Volt az elmúlt 5 évben olyan év, amikor a biztos bemaradást tűzte ki célként a Kisvárda, volt, amikor a dobogót célozta meg, most a 6. idény előtt mi a hivatalos célkitűzés? Egyértelműen stabilizálni kell a klubnak a helyét az élvonalban, ahhoz pedig kellett ez a mélyebb átalakítás. Olyan játékosokat hoztunk, akik hosszabb távon is meghatározói lehetnek, illetve az akadémiánkról is jönnek fel olyanok, akikben nagy potenciál van. A biztos bennmaradás, most mondhatom, hogy ez a legfontosabb vágyunk, de nem csak nekünk, hanem még rajtunk kívül 10 másik csapatnak is. Ferencváros leszámítva úgy érzem, hogy minden csapatnak ez lesz az elsődleges feladata. Majd menet közben alakul ki, hogy milyen pontmennyiségünk van, és milyen céljaink lehetnek még azon kívül, ha elértük a bennmaradáshoz szükséges pontot. Én úgy érzem, hogy a jelenlegi szezonnak a legfontosabb feladata az, hogy azok a tehetségek, akik feljöttek, erősödjenek és vegyék fel az élvonal ritmusát, erejét. Bajnokság közben érkezett az elmúlt idényben, most volt egy teljes felkészülés együtt a csapattal, mennyire elégedett a tapasztalatokkal? Az előző szezonban 2 hónappal a szezon vége előtt érkeztem, ami nem könnyű ilyenkor, hiszen
a vezetőedzőnek és a csapatnak egymásra kell találni, megismerjük egymást, illetve azt a filozófiát, amit én képviselek, azt át kell, hogy adjam, és erre ugye az a két hónap ez nem volt elegendő idő. Most az edzőtábor alatt, illetve az edzőmérkőzések, és az, hogy egy teljes nyarunk volt arra, hogy felkészüljünk, úgy gondolom, hogy lépésről lépésre egyre inkább kezdjük megismerni egymást, és a fiúk megértik azt, amit én szeretnék játszani, és szerintem rendben leszünk. Nem csak a Kisvárda, a többi csapat és a mezőny is átalakult. Milyen bajnokságot vár? Many teams, as we all saw. Sok változás történt bajnokság szerte is, illetve más csapatoknál is, de hogyha csak a Kisvárdára fókuszálunk és magunkról beszélünk, akkor egy új arcunkat is meg fogják ismerni és meg fogják látni. Nálunk is megtörtént ez a bizonyos vérfrissítés, és azon túl, hogy új játékosok érkeztek, sok magyar játékos érkezett, és ezen túl magyar fiatal játékosok is. Úgyhogy ez egy újdonság lesz a Kisvárda életébe. Megfelelünk az elvárásoknak, úgy gondolom. Egyike vagy a Kisvárda új játékosainak, túl az, hogy az NB2-es csáfából az NB1-es Kisvárdához kerültél. Mi volt a vonzó a várdaiak megkeresésében? Igen, az előző éveket Csákváron töltöttem, és nagyon örültem a Kisvárda megkeresésének. Szeretnék bemutatkozni az NB1-be. Nagyon vonzó volt a Kisvárda, mind a társak, mind amit a vezetőség felvázolt elém, úgyhogy örömmel látok neki a munkának, és szeretnék minél több percet az NB1-be tölteni a pályán. Túl vagytok egy viszonylag hosszú felkészülésen, egy hosszú edzőtáboron, jó néhány edzőmérkőzésen. Milyenek a benyomásaid? Azt gondolom, hogy teljesen más szín, mint az NB2, szóval még fel kell venni a ritmust, de azt gondolom, hogy sikerülni fog. A csapat készen áll a bajnoki rajtra, ezt megmutatta az edzőmeccseken is, hiszen szerintem jól szerepeltünk, jó eredményeket értünk el, úgyhogy várjuk a kezdést. Az elmúlt években gyakorlatilag azon ki, hogy a Fradi nyerte a bajnokságot, kiszámíthatatlan volt az élvonal. Most az igazolások tükrében is nem csak a Kisvárdára gondolok, hanem minden csapat játékos mozgására. Milyen bajnokságra számítasz? Úgy gondolom, hogy az előző évekhez hasonlóan idén is ugyanaz lesz, mint az elmúlt évben, vagy az előző években, hogy kiszámíthatatlan lesz a bajnokság. Nyilván van egy erős sorrend így mindenkinek a fejébe, de azt gondolom, hogy nagyon sok csapat hasonló színvonalat képvisel, és így kiszámíthatatlan lesz a bajnokság. A Zalaegerszegen 2-0-ás győzelmet arató csapatban Körvendi Kevin a 79. percben lépett pályára. A forduló további eredményei a következők: MTK Budapest Paks 1-1, DVTK Puskás Akadémia 0-1 és Újpest Fehérvár FC 2-1. A Debrecen Mezőköves mérkőzést ma este játsszák, a Ferencváros Kecskemét találkozót pedig szeptemberre halasztották. A Kisvárda a második fordulóban augusztus 7-én Kecskeméten lép pályára. Mozgalmas heteket tudhat maga mögött Dobó Lilla. A nyíregyházi kosárlabda játékosa kulcsembere volt a törökországi Európa-bajnokságon 5. helyen végző U18-as válogatottnak, majd Las Vegasban vett részt egy kosaras táborban. Mindenképpen szerettünk volna egy érmet elhozni, vagy legalábbis legjobb 4-be kerülni. Ezt sajnos nem sikerült teljesítenünk, hiszen csak 5. lettünk, szóval ez egy kicsit úgymond letört minket. De azért nagyon jó élményekkel éltem meg, és sokat tudtam fejlődni, személy szerint is, mert hogy szerettem volna jobban a csapat vezető egyéniségé válni, mint tavaly, és szerintem azért ez sikerült. 5. hely sem rossz, azért Európában 5. lenni bármiben is. Mi az erőség ennek a csapatnak, hogy látod? Leginkább a gyors játék, az, hogy indításokkal játszottunk, és a védekezésünk nagyon összetett volt, és tudtunk együtt minden labdáért küzdeni, és az, hogy csapat voltunk, szóval minden embernek volt egy-egy jó meccse, de nem az volt, hogy egy emberre fektetjük az összes hangsúlyt, hogy neki kell pontot dobni, hanem bárki bármikor fel tudott lépni a csapatban. Neked melyik volt a legjobb meccsed? Nekem az olasz meccs volt, amikor 14 pontról jöttünk vissza, hiszen fél időben akkor én tartottam egy ilyen motivációs beszédet, és utána én voltam az, aki a csapatot a hátán húztam, hanem nem is pontokban, hanem védekezésben, szerzett labdákban, fontos lepattanókban, és ezt utána a vezető is közölte, hogy ők nagyon megköszönik, hogy segítettem, és hogy a hátamra vettem a csapatot azon a meccsen. Az EB után nem volt sok pihenőt, hiszen jött egy lehetőség, Las Vegasba utazhattál. Mikor értesültél, hogy értesültél róla? Éppen a válogatottban tartottam, a vonaton kaptam egy telefonhívást az MKVASZ irodából, hogy van egy ilyen lehetőség, és hogy kiválasztottak engem, és hogy tudok-e menni, vagy hogy szeretnék-e. Azonnal igen, mondtam gondolkodás nélkül, és másfél hét után megkaptam az e-mailt, hogy milyen
adatokra van szüksége az NBA-nek és a FIBA-nak ahhoz, hogy kijussak a táborba, ezt ki tudtam tölteni, és utána már meg is kaptam a repjegyet, és már csak arra vártam, hogy kiutazzak. A világból 38-en, Európából 12-en, Magyarországról 2-en vettetek részt ebben a táborban. Milyen élményeket adott ez a 4 nap? Nagyon szoros kapcsolatokat építettem ki különböző nemzetiségű emberekkel, leginkább európaiakkal, hiszen velük tudtam megértetni magamat, mert nagyon az afrikai országból érkezők legtöbbje csak franciául tudott, a Dél-Amerikából érkező országok legtöbbje meg csak spanyolul. Így voltak olyan csoportosulások, akikkel nem tudtam egyáltalán kommunikálni, hiszen nem értettük meg egymást. Ezen belül szakmailag is szerintem előrébb tudtam lépni, hiszen találkoztam olyan különböző játékosokkal és olyan különböző mozgásokkal, amit máskor sose láttam, és megtanultam alkalmazkodni is ehhez. Láthattátok a WNBA gálát, a női gálát, milyen volt? Hatalmas élmény volt, hogy sztárokat láthassam test közelből, azt, hogy ők jól érzik magukat, és hogy jól játszanak. Szóval egy felejthetetlen élmény, nagyon jó volt a hangulat is, és NBA sztárokkal is egy épületben voltam. Két ilyen nyár után minden bizonnal vannak kérdés, sok csapat látna szívesen a soraiban, hogyan tervezed a közeljövőt? Ezt a szezon szeretném itthon befejezni, hogy leérettségizhessek, és utána pedig a tanulmányaimnál fogva szeretnék Pestre menni, és ott egy ÁS klubban folytatni a kosárlabda pályafutásomat. Az, hogy melyikben, azt még nem tudom, hiszen másképp változhatnak az erőviszonyok évről évre, és olyan klubba szeretnék játszani, ahol játék lehetőséget is kapok, és nem csak a kispadon ülök, és utolsó csereként felküldenek a pályára. Egy edző számára mindig büszkeség, ha a tanítvány elér valamit. Ezen a nyáron nem panaszkodhattál, hiszen Dobó Lilla kint volt az Európa-bajnokságon, kijutott Amerikába egy kosaras táborba. Hogy engedted neki ennek a nyárnak Lillát? Azt tudtuk, hogy az U18-ba valószínűleg sikerülni fog bekerülnie, hogy az előző év alapján, tehát ott azért húzó embere volt az U17-nek, tehát itt reménykedtünk ezért abban, meg Ansek az egy jól teljesített éve volt, tehát akár az Abanterembe egybe, akár a juniorba, tehát itt azért olyan állapotban volt, ami azért szerintem előre vetítette, hogy ő akár a válogatottba is kerülhet, ettől függetlenül ugye azért mindig figyelnünk kellett arra, hogy azért nehogy valamolyan apró sérülés, vagy bármi nehezítse az életét. Én úgy gondolom, hogy a Lillának ez az U18, ez egy óriási élmény volt, főleg úgy, hogy ebben az évben már ő egy meghatározó játékosa volt ennek a csapatnak. A Völgyi Peti maximálisan számított rá, külön feladatokkal is megbízta. Elsősorban a védekezése volt az, ami szerintem a jobb teljesítmény volt, de nagyon gyakran hozott föl labdát, segített az irányítóknak, tehát minden szempontból egy olyan évet zárt itt ebbe a válogatottban, ami mindenkinek óriási nagy büszkeség. Néztük végig a mérkőzéseket, szurkoltunk a Lillának itt a távolba, és hogy néha, hogy ezt nem így kellett volna, mindegy. Utána ezt mind megbeszéltük, próbáltuk azokat a hibákat, amik közben előfordultak, kijavítani, és úgy gondolom, hogy ő egy olyan teljesítményt ette az asztalra, ami azért nem egy mindennapi teljesítmény volt. Az Európa-bajnokság után nem sokkal egy 4 napos amerikai kosaras táborba, a WNBA által szervezett táborba is kikerült, oda milyen útra valóval engedted el? Érezze jól magát. Tehát itt magyarul csak arról kellett, hogy szóljon, hogy ő kimegy, olyan ingereket kap, olyan impulzust, olyan segítséget a kinti edzőktől, olyan társaságba került, ismerkedhetett nagyon sok más játékossal, különböző kontinensekről jöttek a játékosok. Itt csak ennyi volt, érezze jól magát, itt semmi másnak, megmondtuk neki, hogyha megy a kaszinóba, azért jó sokat nyerjen, hogy építsünk egy új csarnokot. Na hát ez sajnos nem jött össze, de nem baj. Én úgy láttam, hogy jól érzi magát. Ott már nem is igazán beszéltünk, mert ennyi volt a feladat, hogy érezze jól magát. Egy évet még biztos ennyit egy helyzetben játszik, el is mondta, aztán viszont minden bizonnyal szintet lép. Miben kell fejlődni a következő szezonban leginkább, és milyen szerep hárulhat le a csapatban? A vezérszerep az mindenféleképpen megmaradt. Tehát itt ugye maradt mellette 2-3 rutinos játékos, de a többség az egy fiatal játékos lesz mellette. Tehát minden évben megbeszélünk, hogy mi újraépítjük a csapatot. Tehát ugye tavaly volt egy igen sikeres csapatunk, ez a csapat nem tudom, hogy mire lesz képes, de hát ezt minden évvel én elmondjuk. Tehát itt biztos egy meghatározó szerepkör fogja Lillának jutni. És onnantól kezdve, hogy be kell fejlődnie? Hát igen, de valóban a 2-2 balkész használata, a döntéseim, hogy mikor milyen döntést hozunk, még ott azért vannak
javítani valóink és a kinti dobások. Tehát egy játékos akkor lesz ugye valóban meghatározó és jó, hogyha minden egyes szegmensében jó ennek a kosárlabdának. Itt még vannak pici hiányosságok, itt még néha azért bátortalan, nem hiszi el azt, hogy ezt meg tudja oldani, pedig meg tudja oldani, csak hát még ugye meg egy picit azon, hogy ne legyen ennyire kisítő, tehát még azért ez mindig benne van. De most ebben az évben szerintem ki fogjuk nőni, mert itt nincs más megoldás. Túl vagytok a hagyományos balatoni edzőtáboron, és már elkezdődött a felkészülés, és hogyan néz ki a következő hetek programja? Egyenőre napi két edzéssel dolgozunk, aztán a kadettjeink azok játszanak felkészülési tornát augusztus végén, a juniorjaink, hát azt meglátjuk, azoknak is megpróbálnak edzőmérkőzést szervezni, ugye a juniorjaink azok aránylag kevés létszámmal maradtak meg erre az évre, és utána pedig a következő időszak szeptember elején úgy szintén szervezünk egy tornát az amatőr NB-s csapatunknak is, hogy lássuk, hogy mire vagyunk képesek. És most per pillanat az elsődleges hangsúly az a kadetté lesz, mert úgy néz ki, hogy per pillanat ők azok, akik a legegységesebben dolgoznak, és hogy az amatőr NB egy alapvetően még rá is ilyen, mert ők szeptember végén fogják kezdeni a bajnokságot. Itt azért kell ugye aktívabban edzenünk, mert a juniorok viszont már elkezdik szeptember elején. Tehát itt ugye ez a felkészülés időszak ezért alakul így minden évben. Az elmúlt évhez hasonlóan az élmecsüny célozza meg a vármegyei első osztályban szereplő Máté Szalkai futballcsapat. A változásokról és a tervekről Kis Tamás edzőt kérdeztük. A tavaly év után megpróbáltuk azokat a hiányposztokat betölteni, amikről úgy gondoltuk, hogy a csapat rászorul. Ugye az előző évet a negyedik helyen zártuk, egy ponttal maradtunk le a dobogóról. Mindenféleképpen ebben az évben is az élmezény a célkitűzésünk, szeretnénk az élmezőnybe tartozni. Igen, ahogy a kérdés feltetted, a szurkolók is ugye nagy várakozásban voltak, hogy milyen átalakuláson esik át a keret. 9 távozó játékosunk volt és 8 érkező. 4 érkeztek a Sényőről, NB3-as csapattól, a Bodó Gábor, a Fenyőfalvi Dávid, a Jócsák Dávid és a Toldi András. Újféltról érkezett a Hudák Máté, illetve a Pap Csaba, illetve Cigánról igazoltuk a Szőlősi Patrikot, és egy rutinosabb kapust, a Kanóz Bélát Balkányból, és mindenféleképpen kiemelném itt az utánpótlásunkat, ahol most is 5 utánpótlás korú játékos kezdte velünk a felkészülést, és folyamatosan velünk dolgoznak, és edzőmérkőzésen is részt vesznek velünk folyamatosan. Milyen körülmények között tudtok Máté Szalkán dolgozni, mennyire adottak a feltételek? Megyei szinten nagyon kiemelkedőek a feltételek Szalkán, hiszen van egy rendkívüli centerpályánk, illetve 2 extra minőségű edzőpályánk. Heti 4, illetve 5 alkalommal dolgoztunk. Ezekben volt, mikor 3 edzés plusz 2 edzőmeccs, vagy 3 edzés, illetve 1 edzőmérkőzés szerepelt a penzumban. De itt a elkövetkező 1-2 hét itt már nyilván itt már a frissítésről szól, és a ráhangolódás a bajnokira. Ha a neveket nézzük és azokat a csapatokat, ahonnan jöttek az érkezők, akkor el lehet mondani, hogy erősödött a keret. Most milyen célra vártok majd neki a szezonnak? Igen, én is úgy gondolom, hogy a keretünk mindenféleképpen erősödött. Ahogy már említettem, az élmezőny a célunk, viszont messze menő következtetést, illetve messze menő célkitűzést egyelőre azért nem tudnék, meg nem is akarok meghatározni, hiszen ahogy mi erősítettünk, így a többi csapat is nagyon jól erősített és jól igazolt. Ugye itt az Újféltó, Káló Semjén, a Nagyecsed, ugye a Tarpa, az Együtt maradt nagyon fiatal csapat, a Nyíregyháza 2, a Nyírbátor, 6-7-8 csapatot tudnék sorolni, akik jól erősítettek, és talán úgy gondolom, hogy ez egy még egyensúlyozott a bajnokság lesz, mint a tavalyi évben. Mindig mondom, hogy mindig van egy idézőjelben egy fekete ló, egy meglepetés csapat, úgyhogy 4-5 fordulónak el kell telni szerintem egy kicsit, hogy körvonalazódjon körvonalazódjon az erőviszonyok, úgyhogy utána tudnánk igazándiból még jobban meghatározni a célkitűzéseinket, de ahogy mondtam is, az szeretnénk a meghatározó csapat lenni a vármegyei első osztályban.
a szurkolók mennyire vannak a csapat mögött, mennyire érdekli a futball Máté Szalkán az embereket? Nagyon érdekli a szurkolókat. Edzőmérkőzéseken hazai pályán egy mérkőzést tudtunk játszani, de ott nagy létszámmal kilátogattak, és azért idegenben is az a 8-10 szurkoló mindig elkísér minket edzőmérkőzésre. A bajnoki mérkőzéseken nem volt olyan mérkőzés, ahol 50-60-an elkísértek minket. Nagyon szeretik a futballt, nagyon szeretik a csapatot, és azért is kiemelném itt a szurkolókat, mert látják az igyekvést a csapattól, illetve nekik nagyon fontos az, hogy folyamatosan magas létszámban vannak az utánpótláskorú játékosok, illetve talán azt mondom, megyes osztályban kiemelkedő a helyi játékosok létszáma is Máté Szalkán. Az elmúlt évben a Magyar Kupában az országos főtáblára jutottatok, és egy NB1-es együttes sikerült Szalkára vinni. Az Újpestet láttátok vendégül, most mi a cél a kupában? Természetesen a kupában szeretnénk, úgymond a Magyar Kupában ugye ott kiestünk tavaly, de itt a megyei kupában újraindultunk, úgyhogy természetesen szeretnénk az országos főtáblára kijutni. Hát az óriási élmény volt ugye egy NB1-es csapatot fogadni, nagyon nagy élmény volt mind a csapatnak, mind a városnak és a szurkolóknak, úgyhogy a kupában is minél tovább szeretnénk menetelni. Két nyíregyházi szereplője is volt az U17-es lány röplabda Európa-bajnokságon szereplő magyar válogatottnak. Erdősné Balog Erika edzőként, Pampu Gréta pedig játékosként segítette a nemzeti csapatot. Gyakorlatilag már előző szezonban együtt dolgoztunk a Horváth Andrással, ugye ezt a korosztályt vettük át az U15-ös csapattól, de a tavalyi évben még csak egy felkészülési turnán tudtunk részt venni Pulába, és mivel hazai rendezés volt, vagyis társrendezés Szerbiával, ezért nincs elejtezőket nem kellett játszanunk. És június 6-án indult a felkészülésünk. Hol készült a válogatott, és ugye Békés Csabán rendezték a kettes csoportot, 8 csapat részét, illetve milyen tervekkel, célokkal váltatott neki az EB-nek? Dunakeszin dolgoztunk 3 hétig, majd pedig Békés Csabára utaztunk, és ott volt a további edzőtábor. Játszottunk Dunakeszin még 2 amerikai csapattal edzőmérkőzést, illetve lent Békés Csabán részt vettünk egy tornán, ahol a holvártokkal játszottunk, illetve a franciákkal játszottunk edzőmeccset. Hát első körben gyakorlatilag az volt a célkitűzésünk, hogy próbáljunk egy olyan csapatot összeállítani, akik egymásért tudnak küzdeni, és jó meccseket tudjunk játszani, szetteket tudjunk nyerni. Hál' Istennek ez nagyon jól sikerült. 7 mérkőzés játszott a csapat, 3 győzelem, 4 vereség a mérleg, voltak közöttük szoros vereségek is, igaz szoros győzelmek is. Összességében mennyiben volt elégedett a szakmai stáb a teljesítménnyel? Maximálisan elégedettek voltunk, hiszen a lányok, az volt a célunk, hogy fejlődni tudjunk maga az EB alatt is, mérkőzésről mérkőzésre tudjanak jó teljesítményt nyújtani. Ez gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy 3 meccset játszottunk egymás után, 1 napszünet, 2 mérkőzés, 1 napszünet, 2 mérkőzés. Ez nagyon komoly megterhelés volt, tehát se a bajnokságban, sehol nem versenyeztek még eddig így, nem kaptak ilyen terhelést, úgyhogy maximálisan elégedettek voltunk az eredménnyel. Volt olyan mérkőzés, amelyen volt egy 33-31-es szett játékos korodból, emlékszel egyáltalán hasonlóra? Pont egy Magyar Kupa meccsünk volt, itthon döntőnk volt a Vasas ellen, és az is, most nem emlékszem, hogy 31-29 vagy 33-31 volt. Nagyon sajnáltam azt a szettet, mert úgy éreztem, hogy az volt a fordulópontja ugye annak a mérkőzésnek, mert hogyha azt a szettet sikerül nekünk megnyerni, akkor lehet, hogy akár győztesen is hagyhatjuk el a pályát a szlovénok ellen, de én úgy gondolom, hogy nincs elkeseredésre okunk, főleg a lányoknak nincs, mert most már látják, hogy van keresni valójuk a nemzetközi porondon is, és dolgozni kell tovább, hogy az ilyen meccsek legközelebb a mi javunkra dőljenek el. Volt egy nyíregyházi játékosa a válogatottnak, Papu Gréta nem egészen 14 évesen volt ott az U17-es csapatban, aminek köszönhető, hogy ilyen fiatalon bekerült és hogyan szerepelt. Hát gyakorlatilag még csak 13 volt, tehát még a 14-et se töltötte be. Hát Gréti nagy tehetség, nagy reménységünk, ugye édesapját nem kell bemutatni a röplabdát szeretőknek, Pampuk Csabát. Hál' Istennek ő
az edzői mellett még ő is tudott foglalkozni sokat Grétivel, és nagyon szereti ezt a sportágat, és nagyon, nagyon sok, sok időt áldoz arra, hogy, hogy minél jobb legyen, és ennek meg is van az eredménye. Ő egy gyöngycem, úgyhogy rá vigyáznunk kell, és bízunk benne, hogy majd még felnőtt válogatottként is nagyon sokat szurkolhatunk neki. Betegség miatt a hétből csak 5 meccsen tudott pályára lépni, hogyan teljesített? Én úgy gondolom, hogy az egyik vezére volt a csapatunknak. Fiatalkora ellenére megtalálta azokat a réseket az ellenfélnél, illetve nyitásaival is tudott eredményes lenni. Én úgy gondolom, hogy maximálisan elégedett lehet ő is. Biztos, hogy mi is nagyon sajnáltuk, hogy lebetegedett, de hát ez valószínűleg a nagy terhelésnek is volt részben köszönhető, hogy az utolsó 2 meccsen már nem tudott pályára lépni. Vége az EB-nek, most már lehet fókuszálni a klubszezonra. Nyíregyházi Sportcentrumnál rád milyen feladatok várnak, és milyen feladatok várnak Grétire? Szakágvezetőként a szakágnak a irányítása továbbra is, illetve ettől az évtől ismét az U17 és U20-as csapat edzői tevékenységét fogom látni, és így most már Grétivel egész évben folyamatosan fogok tudni dolgozni, mert korosztályváltásként ő már feljebb fog versenyezni. 13,5 éves ifjú hölgyek a nyarat általában a strandon töltik, te viszont az edzőteremben és a pályán izzadtál az elmúlt majd 2 hónapban. Hogyan élted azt meg, hogy nem egészen 14 évesen részt vettél az U17-es EB-n? Nagyon örültem, hogy 13 évesen bekerülhetem az U17-es csapatba, mindent megtettem, hogy benne legyek a legjobb 14-ben. Idősebb lányok között voltál, mennyire fogadtak el könnyen, hiszen ebben az életkorban még 1-2 év is sokat számít? Hát azt mondták, hogy nagyon elfogadtak, nagyon szerettek engem. Elvileg én voltam a csapatból hócám, mert mindenkit megnevettettem. Mennyire izgultál az EB előtt, mint később kiderült, az kulcsszereplő lettél ennek a csapatnak? Egy kicsit izgultam, ugye legelőször játszottam így magyar mezekben, és hát szerintem jól sikerült. Melyik volt a legjobb mérkőzésed? Hát szerintem a görögök ellen játszottam, úgy a legjobban. Ott szereztem úgymond a legtöbb pontot, meg akkor értem a játékkal. 3,5 éve vagy fiatalabb a felső korhatárnál, azért a lányok fizikálisan erősebben gondolom magasabbak, minek köszönhet, hogy mégis 25 pontot tudtál szerezni mondjuk a görögök ellen? Szerintem ez a 5 hét felkészülési tábor, mert akkor mindent javítottunk, kondink is volt, és akkor így tudtam fejlődni. Milyen céljaid vannak a röplabda pályán? Minél jobb legyek, és minél többet fejlődjek, minél több pontot szerezzek meccsekről meccsekre. Eddig a moraszki házas pár foglalkozott veled, most már Erdősné Balog Erika, és ugye hát édesapád korábbi válogatott röplabdázó. Mennyire könnyű vagy nehéz az, hogy adott esetben három felé is kell figyelni? Egy kicsit könnyű, meg egy kicsit nehéz is, ugye mind a hárman tudtak segíteni, vagy tudnak segíteni. Ennyi fért a mai sportszeletben, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!